Itt van a dicsőséges harmadik és negyedik osztályaink, igaz? Jól látom? Harmadikosaink meg a negyedikeseink vannak itt. Jó, nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Van is már itt jó néhány szem, akivel, ahogy így összenéztünk, látom, hogy a természettudományos laborban odafönn is találkoztunk egy kis kísérletezés elejéig, ugye? Kik azok a gyerekek? Ugye csak fogyasson a kis kezét? Aha, a negyedikesek főként. De a harmadikosok is voltak a tavalyi évben, ha jól emlékszem. Jó, köszönöm szépen. A mai alkalommal azért hívtunk ide le benneteket, hogy a hatodikosokkal plusz egy ötödikessel bemutassuk nektek azt a projektet, amelyet a természettudományos kutatások, illetve természettudományos programoknak a során készítettünk el, illetve nem, hogy készítettünk el, hanem készítettek el ezek a diákok. Az idei évben, mert hogy pályázaton sikeresen nyertünk, és a Nemzetközi Fény Évével kapcsolatosan látogatást tettünk Szegeden egy laboratóriumba, amelyben további kísérleteket lehetett végrehajtani. Hogyan is történt ez a modellkészítés, és hogyan is készült egyáltalán ennek a végrehajtása? Erről az a legjobb, hogyha azok beszélnek, akik készítették, és akik jelen voltak ennek a készítésén. Hallgassátok meg diáktársaitokat, akik a folyamatot fogják nektek elmondani. Sziasztok, ez itt a Nyitott Szemmel projekt. Az egész az úgy kezdődött, hogy Kati néni egyik áhítaton bejött hozzánk, kiválasztott pár embert, és fölmentük az ebédlőbe. Ott kaptunk egy lapot, amin voltak kérdések, és ötös skálán kellett jellemezni magad. Két szombaton voltunk bent, az egyiken 10 órát, ott Kati néni adott ilyen matekos feladatokat, a második része egy Arduino-s projekt volt, amiben Bandi és Dorina jó. A második szombaton 5 órát voltunk bent, azon ezt készítettük el. Ez modellezi a gyalogos átkelőt, a világító tornyot, és köszönöm a figyelmet. Én egy szegedi utunkat szeretném bemutatni. Reggel elindultunk kis busszal Szegedre, a Sárvári Gimnázium egyik természettudományi diáklaborjába, és mivel a fény éve volt, mi rengeteget kísérleteztünk a fénnyel, és rengeteg új dolgot ismertünk meg, ami a fizikához kapcsolódik. Igaz, hogy mi csak jövőre tanuljuk, de jobb többet tudni. Én arról fogok nektek mesélni, hogy miből is készült ez a makett. Az alapja hungarocellből készült, amit ezen az oldalán térkő borítja. Amint látjátok, itt van egy jó nagy domb, ami purhabból van, és le is festettük. Az utat papírból, úgy, mint ezt a füvet is papírból vágtuk ki, a házak polifomból készültek, és látjátok, hogy sín is van ezen, ami modellezi ezt a vasutat. Van egy program, ami segítségével programoztuk be ezeket a különbözőféle lámpákat. Úgy kell hozzákezdeni ehhez az egész programozáshoz, hogy be kell tenni a kezdetnek egy lupot. Ami azt jelenti, hogy hurok, ami lehetővé teszi azt, hogy az egész programot ismétli. Ezután betettünk egy set digital pint, amihez egy sorszám is tartozott, ami a különböző celláknak a sorszámát jelölte. A set digital pin magyarul csatlakozó. Digitális. És ezen a set digital pinen be lehetett állítani, hogy a LED fel vagy lekapcsoljon. Ha mondjuk fel volt kapcsolva, akkor utána be kellett tenni egy delay alkalmazást. Várakozás. Igen, és azután újabb egy set digital pint, és az pedig lekapcsolva. A vasúti átjárónál lehet látni, hogy most a piros lámpák felváltva villognak, és ezután a fehér. Ezt úgy lehetett elérni, hogy ugyanúgy, mint a többi lámpánál, a luppal kezdtük, és aztán ripítbe
tettük a fehér lámpát. A repeat az az ismétlést jelenti, ami a felés lekapcsolásoknál játszik nagy szerepet. Köszönjük a figyelmet! Én egy dolgot még szeretnék elmondani, itt a diákjaim, remélem, hogy át is veszi tőlem a szót, mert a csütörtöki, bocsánat, a keddi napon még egy élményben volt része mindenkinek. Ki mondaná ezt el? Szandi, elmondod? Mondd el akkor, légy szíves, Lilla. Felmentünk az iskola tetejére, és megnéztük a napelemeket. Doréna szorgalmas munkával meg is számolt, hogy 141 darab napelem található fönt a tetőn. És úgy hozzáfűzném, hogy nagyon meleg volt. Igen. Egyúttal pedig azért ez nem látszik, de ha megnézitek a plakátokat, ott az észre lehet venni, hogy bizony számításokat is végeztünk, fizikai számításokat, amelyek az árammal, illetve az áram hatásaival kapcsolatosak. Emellett pedig az energiatakarékosságról, meg a környezetvédelemről is nagyon-nagyon sok szó esett, hiszen pontosan az a lényeg, és pontosan az a legfontosabb, hogy tudjuk a bolygónkat élhetővé tenni, tehát vigyázzunk az értékeire, meg vigyázzunk azokra a dolgokra, amelyek minket általában körülvesznek. Ezeket a háttérinformációkat, háttérszámításokat nem láthatjátok, de akár hisztek, akár nem, azok is benne vannak ebben a munkában. Köszönjük szépen a figyelmeteket! Az idei tanévben nagyon sok gyakorlati haszna van a gyerekek részére a mostani projekteknek, de pontosan milyenek ezek a projektek, és tényleg mi a céljuk ezeknek a projekteknek? Hát ezek a projektek, hogy így mondjam, átszedik az iskolának a teljes életét. Az egyik ilyen projektünk, ami most a gyerekeknek az előadásában szól, hiszen ők mutatják be, ők hajtották végre, a természettudományos gondolkodás fejlesztésével kapcsolatos, amely egyúttal össze van fonva a művészeti oktatással és neveléssel is. Ennek a hozadéka több szintű, hiszen azon túl, hogy az iskolai tananyagnál több mindent tanulnak a gyerekek, elmélyítik a tudásukat, amellett a környezettudatos magatartás formálása is beletartozik. Így a gyerekekkel foglalkoztunk a energiatakarékossággal, foglalkoztunk a nálunk felszerelt napelemeknek a működésével, és azoknak a környezetvédelmi szerepével, de egyúttal megtanulták azt, hogy a különféle hálózatok és különféle rendszerek, nagyobb rendszerek, mint például a közlekedési rendszerek hogyan működnek, azoknak a programozása, programtervezése, az ő szintjükön természetesen hogyan valósulhat meg, milyen informatikai alapismereteket foglal magába. Egyúttal persze a nemzetközi fényéve is van, és mivel mi is fénykörtagok vagyunk, emellett látogatást tettünk Szegedre a egy természettudományos diáklaboratóriumba, a Szereted regionális diáklaboratóriumba, ahol a fénnyel kapcsolatos nagyon érdekes kísérleteket tanultak meg a gyerekek, illetve próbálhattak ki mindazokat, amik a hétköznapban is érinthetik őket, akár a PET-palackokon keresztül, akár bármilyen más lencsén, mint például az emberi szemmel keresztül. Ezekben a programokban hogy választódnak ki a gyerekek, hogy kik vehetnek részt? Hát szerencsére nálunk elég sok tehetséges gyerek van, de a tehetség az ebben az esetben nem minden, mert a kedv is kell hozzá, tehát a kiválasztás egy kicsit szabadabb. Azok a pedagógusok, akik látják a gyerekekben a tehetséget, azok megszólítják őket és megkérdezik azt, hogy van-e kedvük hozzá, és akinek az általában szerencsére mindig pozitív válasz szokott lenni, ennek következtében a gyerekek jönnek. Szinte azt gondolom, hogy a válogatás pozitív, mert mindig több ember tudunk bevonni a projektbe, mint amennyi a kötelezően előírt számuk lenne. A Nyitott Szemmel című projektet mutattátok be most az iskolában. Milyen munkákban vettetek részt, és hogyan éreztétek magatokat ebben a projektben? Segítettünk megtervezni az egész, úgymond, várost, és a hegynek a kifújásában, amit purhabbal készítettünk, abban segítettünk, és a lefestése egy kicsit macerás volt, de részt vettünk abban is. Hát úgymond mindenben részt vettünk, amit csináltunk. A főbb dolgok, amit mi ketten csináltunk, az a programozás, ami volt köztük könnyű is, de nagyon megnehezítette a dolgunkat az is, hogy a lámpákat hogyan állítsuk be, hogy tényleg valóságszerűek legyenek. Hogyan osztottátok meg a feladatot egymás közt? Hát ő csinálta a laptopon, hogy ő húzogatta be, hogy mit kell csinálni, és igazából
Én mondtam, hogy hogy kell, meg hogyha én elrontottam, akkor ő kiegészítette, hogy ezt nem úgy kell. Nehéz volt ez a munka, vagy könnyű? Hát volt, ami nehezebb, volt, ami könnyebb, de úgy könnyű volt. És tanultatok sokat ebből a programból? Igen, sokat tanultunk, az igazgató úrral átvettük a fizikát és az áramnak a tulajdonságait, és voltak benne nehezebb képletek, de meg tudtuk oldani. Amen.